Hétfő manapság Jeffersonban szakasztott olyan, mint a hét bármely más napja. Az utcákat már kövezet borítja, a tápbeszélő és villamos társaságok egyre több árnyas fát, parti füzet, jávort, ákácot, szílt, bágnak ki, hogy helyet teremtsenek azoknak a vaspóznáknak, amelyekről pöffett, kísérteties és vértelen szőlőfürtök csokrai csüngnek alá. Aztán van már városi mosodánk is, mely hétfőn reggelenként körbejárja a várost, és világosra festett, erre a célra készült gépszekerekbe gyűjtögeti a fehér neműs bugyrokat. Egy egész hét szennyes ruhája ma már a lidérces gyorsasággal röppen el a fürge, ideges villanytülök mögött. Az aszfalton a gumi hosszan egyre halkabban roszog, mintha sejmet hasogatnának, s még azok a néger asszonyok is, akik régi szokás szerint mosnak a fehérekre, gépkocsikon hozzák viszik a ruhát. De tizenöt esztendővel ezelőtt a csöndes, poros, árnyos utcák hétfő reggelenként megteltek négerasszonyokkal, akik merev turbános fejükön akkora lepedőbe kötött szennyes batyút egyensúlyoztak, akár a gyapot bálák, s anélkül, hogy kézzel érintették volna Vitték a fehérek konyhajtajától a telep valamelyik kunyhójába, az ajtó mögé, a kormos mosóüstig. Nancy mindig a feje bóbjára helyezte a batyut. A batyú pedig föltette azt a fekete tengerész szalmak alapját, amelyet télen-nyáron viselt. Nagy darab asszony volt, arca csontos és szomorú, s kisé besüppett ott, ahol hiányoztak a fogai. Néha egy kicsit velementünk a dűlő úton, át a kaszálón, hogy figyeljük az egyensúlyozott batyuját, meg a kalapját, amelyik soha, de soha se imbolygott, meg sem szant, még akkor sem, amikor az árokba lépett, vagy amikor a túlsó oldalon az árokból kimászott és lehajolt, hogy átbújjon a sövényen. Ilyenkor két tenyerére ereszkedett, Letérdepelt úgy mászott keresztül a sövény részen, s mereven fölpeckelt fején a bagyú olyan szilárdól állt, mint valami szikla vagy léggömb. Aztán ismét talpra szökkent, és ment, ment tovább. Olykor a mosóasszonyok férje hozta vitte a fehér neműt, de Jézus soha se tette ezt meg nensinek. Addig sem, amíg apa még nem is tessékelte ki Jézust a házunkból még akkor sem, amikor Dilsey megbetegedett, és Nancy járt el hozzánk főzni. Ekkoriban többnyire nekünk kellett elmennünk a dűlő úton Nancy kunyhójáig, mi szóltunk neki, hogy jöjjön át, és csináljon reggelit. Mindig csak az árokig haladtunk, mert apa meghagyta, szóba se álljunk Jézussal, aki alacsony kis néger volt, s arcát borotvaheg szántotta végig, Hát csak köveket haigáltunk Nancy házára, mindaddig, amíg Nancy az ajtóhoz nem jött, és ki nem dugta rajta a fejét, amin most meg nem volt ruha. – Mit döngetitek ti a házam? – kérdezte Nancy. – Mit akartok ti, kis ördögök? – Apa azt üzeni, gyere át, és készíts reggelit – szólt Keddi. – Apa azt mondta, hogy újra elkéstél egy fél órával. – Azonnal gyere! – Esze sincs reggelig készíteni, mondta Nancy. Aludni akarok. Biztosan részeg vagy, szól Jason. Apa azt mondja, hogy részeg vagy. Részeg vagy, Nancy? Ki mondja, hogy részeg vagyok? kérdezte Nancy. Aludni akarok. Esze sincs reggelig készíteni. Hát nem sokára abbahagytuk a kunyhó bombázását, s hazamentünk. Mire Nancy megérkezett, már késő volt iskolába menni. Azt gondoltuk, hogy a viszki miatt van ez. Mindaddig, amíg nancy ismét lefogták, s börtönbe kísérték, s éppen Mr. Stovell háza előtt haladtak el vele. Mr. Stovell a bank pénztárosa volt, és a baptista templom előjárója. Nancy ott egyszerre csak rákezdte. Mikor fizetsz nekem, fehér ember? Mikor fizetsz te nekem, fehér ember? Már háromszor nem fizettél egy cent sem. Mr. Stovell földre vágta Nancy-t, de Nancy csak tovább hajtogatta. Mikor fizetsz nekem, fehér ember? Már háromszor nem fizettél egy cent sem. Háromszor nem fizettél egy cent sem. Mr. Stovell erre a cipője sarkával belerugott Nancy szájába és a csendbiztos kapitány visszarántotta Mr. Stowelt. Nancy ott feküdt az utcán, és nevetett. Fejét megfordította, egy kis vért köpött majd ezt mondta, már háromszor nem fizette nekem egy cent sem. Így vesztette el Nancy a fogait. Akkor egész nap csak a meg Mr. Stowellról beszélt mindenki. S azok, akik a fogház előtt mentek el, egész éjszaka hallgatták, hogy énekel és üvöltöz szí. Azt is láthatták, amint két kezével az ablakrácsba kapaszkodik, és nagyon sokan megállottak, s a kerítésnél hallgatták, hogy próbálja a börtönőr elcsitítani Nensit. Már csak nem hajnalodott, akkor végre elcsöndesedett. De akkor a börtönőr valami kaparászást meg buffanást hallott felülről, hát fölment, és azt látta, hogy Nancy ott lóg az ablak rácsán. A börtönőr azt mondta, hogy a kokain volt az oka, nem a viszki. Mert a néger csak úgy tud elkövetni öngyilkossági kísérletet, ha előbb teleszívja magát kokainnal. Tudnélik, az a néger, aki teleszívta magát kokainnal, már nem is néger többé. A börtönőr levágta Nensit, életre térítette, aztán megverte, meg is korbácsolta. Nenszi a ruhájára akasztotta föl magát. Egészen jól odahurkolta a ruháját, de amikor letartóztatták, nem volt egyéb nála csak az az egy szár ruhája, így a két kezét már nem tudta összekötözni, és belekapaszkodott az ablak párkányába. A börtönőr tehát meghallotta a neszt, fölment, ott találta Nensit az ablakrácson függve, anyaszült mesztelenül, s a hasa már kidudorodott, mint valami kis léggömb. Amikor Délzi betegen feküdt a konyhójában, és Nensi főzött nekünk, láthattuk, amint a kötények kidúzzadt. Ez még azelőtt történt, hogy apa Jézust kitessékelte a házunkból. Jézus a konyhában volt, a tűzhely mögött üldögélt, Fekete arcán a borotva heggel, mely holmi szúgykos kötél darabkához hasonlított. Azt mondta, hogy Nensi szoknyája alatt görögdínje van. Nem a te indádon nőtt az a görögdínje, mondta Nensi. Kinek az indáján nőtt? kérdezte Keddi. Még levágathatom én azt az indát, amelyiken a görögdínje nőtt, mondta Jézus. Miért beszélsz így gyerekek előtt? mondta Nancy. Miért nem mész dolgodra? Menj dolgozni. Vagy azt akarod, hogy Jézus úr kijöjjön, itt találjon téged a konyhában, és meghallja, hogy beszélsz gyerekek előtt? Hogy beszél? kérdezte Keddi. Mi az az inda? Nekem nem szabad ülni fehér ember konyhájában mondta Jézus. De fehér ember ülhet enyémbe. Fehér ember jöhet én házamba. Fehér ember jöhet én házamba, de én nem tilthatok meg neki. Ha fehér ember akar jönni én házamba, nekem nincs házam. Én nem tilthatok meg neki, de ő se rúghat ki engem. Nem, nem ám. Dízi még mindig betegen feküdt a konyhójában. Apa megmondta Jézusnak, hogy többé be ne tegye hozzánk a lábát. Dilzi még mindig betegen feküdt. Sokáig volt beteg. Vacsora után a könyvtárszobában ültünk. Ez a Nancy még egyre a konyhában piszmog? kérdezte anya. Már réges-rég elmoshatta volna az edényt. Küld ki Quentint, hogy nézzen utána, szólt apa. egy Quentin, nézd meg, elkészült-e már Nancy. Mondd meg neki, hogyha elkészült, hazamehet. Kimentem a konyhába. Nensi már elkészült. Az edény el volt rakva, a tűz már nem égett. Nensi egy széken ült a hideg tűzhely mellett. Rám nézett. Anya kérdezteti, készen vagy-e már? Szóltam. Készen, mondta Nensi, és rám nézett. Mi bajod? kérdeztem. Mi bajod? Én csak egy néger vagyok, mondta Nensi nem tehetek róla. Ott ült a hideg tűzhely előtt, tengerész kalapja a fején, és rám nézett. Visszamentem a könyvtárszobába. Hideg volt a tűzhely és minden, pedig a konyhának mozgalmasnak, melegnek, barátságosnak kell lennie. Mégis hideg volt a tűzhely. Az edényt elrakta, s ilyenkor nálunk már senki sem kért enni. Elkészült? kérdezte anya. El, feleltem. Mit csinál? kérdezte anya. Semmit se csinál, elkészült. Majd megnézem, mondta apa. Talán Jézust várja, hogy érte jöjjön, mondta Keddi. Jézus nincs a városban, mondtam. nem mesélte nekünk, hogy egy reggel fölébredt, és Jézus eltűnt a városból. Elhagyott, mondta Nancy. Memphisbe ment, azt hiszek, hogy egy időre elbújjon városi rendőrség elől, azt hiszek. Na, hála Istennek, mondta apa, remélem ott is marad. Nancy fél a sötétben, mondta Jason. Te is félsz, mondta Keddi. Én nem félek, mondta Jason. Anyám asszony katonája, mondta Keddi. Én nem félek, mondta Jason. Cadence, szólt rá anya. Apa visszajött. Lemegyek nancy a dűlő úton, szólt. Azt mondja, hogy Jézus visszajött. Látta őt? kérdezte anya. Nem, valami néger üzente neki, hogy Jézus megint a városban van. Mindjárt visszajövök. Itt akarsz hagyni engem egyedül azért, hogy nancy haza kísérd? kérdezte anya. Az ő biztonsága fontosabb neked, mint az enyém? Mindjárt vissza jövök, mondta apa. Itt hagynád a gyerekeket magukra, amikor az a néger erre felé kószál. Én is megyek, mondta Keddi. Vigyél el, apa! Mit érne velük a szerencsétlen? Örül, hogy nincsenek gyerekei, mondta apa. Én is megyek, mondta Jason. Jason, mondta anya. Ez azonban apának szólt. A hangján lehetett ezt hallania, hogy kiejtette a Jason nevet. Mintha azt gondolta volna anya, hogy apa egész nap azon tanakodott, mi fájna neki legjobban, és mintha azt is tudná, hogy apa előbb-utóbb rá is jön majd erre. Én egy szót se mert apa és én is tudtuk, hogy anya, ha idejében eszébe jut, követelni fogja, hogy maradjak vele. Apa hát rám se tekintett. Én voltam a legidősebb. Kilenc éves voltam. Keddi hét, Jézün öt. Szamárság, mondta apa. Mindjárt visszajövök. Nancy fején fönn volt a kalap. A dülő útra értünk. Jézus mindig jó volt hozzám, mondta Nancy. Ha volt neki két dollár, egyet nekem adta. A dűlő úton haladtunk. Csak túl legyünk ezen, mondta Nancy. Akkor nincs semmi baj. A dűlő út mindig sötét volt. Itt félt tud Jason minden szentek előtt este, mondta Keddi. Én nem féltem, mondta Jason. Ráhel anyó se bír vele? kérdezte apa. Ráhel anyó öreg volt, Túl Nancy konyháján éldegélt egy kunyhóban, egyedül. Ősz volt, s naposzat ünn az ajtóban pipázgatott. Már egyáltalában nem dolgozott. Azt mesélték, hogy Jézus anyja. Ráhel anyu egyszer azt mondta, hogy ő az, máskor meg azt mondta, hogy semmi köze Jézushoz, nem is rokona. – De féltél, mondta Keddi, úgy féltél, mint Frani. Úgy féltél, mint típi, jobban féltél, mint a négerek. Senki se bír vele, szólt Nancy. Azt mondja, hogy én ráztam föl benne az ördögöt, és csak egy dologgal lehet megint elaltatni. Jó, jó, de most nincs itt, mondta apa. Most nem kell félned tőle, hagyd már békében a fehér embereket. Milyen fehér embereket? kérdezte Keddi. Hogy hagyja őket békében? De itt van, mondta Nancy. Érzek, itt van. Érzek őt itt, dülő úton. Hall minden szót, amit beszélünk. Elbújta valahol is, vár. Nem láttam őt, és nem is fogom látni soha. Csak egyszer, amikor borotva lesz a szájában. Borotvalók hátán, kötélen, inge alatt. Akkor majd nem is csodálkozom. Én nem féltem mondta Jason. Ha tisztességesen viselkedtél volna, mindez nem történik meg mondta abba. De most nincs semmi baj. Jézus talán már szent Louisban van. Bizonyára már másik asszonya is van neki, és nem is gondol rád. Ha van neki másik asszonya, akkor jobb, ha nem is tudok meg mondta Nancy. Odaállok eléjük, és amikor meg akarja ölelni levágom Jézus karját, levágom Jézus fejét, és fölvágom az asszony hasát, és beléje döfök. Fogd be a szád, mondta apa. Kinek a hasát vágott fel, Nancy? kérdezte Keddi. Én nem féltem, mondta Jason. Egyedül is végig mennék ezen a dűlő úton. Szépen, mondta Keddi. Még rá sem mernél lépni, ha mi nem volnánk itt. Tirzi még mindig beteg volt. Így mi minden este hazakísértük Nancy-t, amíg anya azt nem mondta, hát ennek már soha se lesz vége. Itt hajtok magamra ebben a nagyházban, hogy hazakísérjetek egy ijedős néger asszonyt. Szalmazsákot tettünk a konyhában Nancy számára. Egy éjjel fölébredtünk, mert valami hangot hallottunk. Nem volt a sejének, se sírás, a sötét a lépcsőkön hangzott föl. Anya szobájában égett a lámpa, és hallottuk, hogy apa lemegy az előcsarnokba a hátulsó lépcsőn, s Keddi meg én szintén kimentünk az előcsarnokba. A padló hideg volt. Lábunk ujjai fölfelé görbültek, amíg füleltünk arra a hangra. Olyan volt az, mint az ének. És mégse volt olyan, mint az ének. Olyan volt, mint az a hang, amelyet a négerek hallatnak. Aztán csönd lett, s hallottuk, hogy apa lemegy a hátsó lépcsőn, mi meg a legfelső lépcsőfokra álltunk. Egyszerre újra fölhangzott a hang a lépcsőházban, nem nagyon hangosan, és láttuk Nancy szemét a lépcső fele útján a fal felé fordulva. Úgy villogott a szeme, mint a macskái, mint valami nagy macska szeme a fal felé fordulva, és bennünket bámult. Amikor lementünk a lépcsőn oda, ahol ő állt, ismét hallatta azt a hangot, s ott álltunk mindaddig, amíg apa föl nem jött a konyhából, pisztolyal a kezében. Ők ketten lementek a konyhába, aztán megint kijöttek Nancy szalmazsákjával. A szalmazsákot a mi szobánkba vitték. Amikor anya szobájában a lámpa kialudt, megint láthattuk Nancy szemét. Nancy, suttogta Keddi. Az szól, Nancy. Nancy suttogott valamit. Igent vagy nemet, nem tudom. Mintha senki sem mondta volna ezt mintha sehonnan se jönne ez a suttogás, és sehova se menne, mintha nem se lenne sehol sem, csak mintha olyan erősen néztem volna bele a szemébe a lépcsőn, hogy egészen belerajzolódott szemgolyomba a kép, akár a napé, amikor behonjuk szemünket, és a nap már nincs is. Jézus, suttogta Nancy, Jézus, Jézus járt itt, kérdezte Keddi. Ő akart bemenni a konyhába? Jézus, mondta Nancy. Így mondta. Jézus. Amíg csak a hangja ki nem lobbant, mint valami gyufaszál vagy gyertya. A másik Jézust gondolja, mondtam. Látsz te bennünket, Nancy? suttogta Keddi. Látod te is a mi szemünket? Én csak egy néger vagyok, mondta Nancy. Isten tudja. Isten tudja. Mit láttál benne a konyhában? Suttogta Keddi. Mi akart bejönni? Isten tudja, mondta Nancy. Most láthattuk a szemét. Isten tudja, mondta Nancy. Dirzi meggyógyult. Ő főzte az ebédet. Nem ártott volna, ha még egy-két napig ágyban maradsz, mondta neki apa. Minek? kérdezte Dízi. Ha még egy napig ágyban maradok, itt minden tönkre megy. Most már tessék kimenni, hadd hozzam rendbe megint a konyhát. Dízi vacsorát is főzött. Akkor este mielőtt még ránk sötétedett volna, Nenszi a konyhába jött. Honnan tudod, hogy Jézus itt van, hiszen nem is láttad? kérdezte Dilzi. Jézus néger, mondta Jason. Érzek, mondta Nancy. Érzek, hogy ott fekszik árokba. Lent. Ma este? kérdezte Dilzi. Ma este már ott van. Tézi is néger, mondta Jason. Egyél valamit, mondta Dilzi. Nem kell semmi, mondta Nancy. Én nem vagyok néger, mondta Jason. Így áll egy kis kávét, mondta Délzi. Töltött egy bögre kávét Nancy-nek. Hát, te tudod, hogy ma este már kint van? kérdezte Délzi. Honnan tudod te, hogy ma este már kint van? Tudok, mondta Nancy. Ott van, és vár. Tudok. Nagyon sokáig éltem vele együtt. Tudok, mit akar tenni, mikor még ő maga se tudja. Így áll egy kis kávét, mondta Dilzi. Nancy a szájához tartotta a bögrét, és belefújt. Ajka kipuffat, mint valami öntözőcső szája, mint valami gumiszáj, mintha minden szint kifújt volna a szájából, amikor belefújt a kávéba. Én nem vagyok néger, mondta Jason. Te néger vagy, Nancy? kérdezte. Én pokolfajzatja vagyok, mondta Nancy. Nem sokára semmi se leszek. Nem sokára visszamegyek oda, honnan idejöttem. Nancy <Szorítan> inni kezdte a kávét, amíg ivott két kezében tartva a bögrét, megint azt a furcsa hangot hallatta. A bögrébe hallatta azt a hangot, és a kávé kifröccsent a kezére, a ruhájára. Ránk nézett, és ott ült, térdére könyökölve, két kezében tartva a bögrét, ránk nézett a lucskos bögre fölött, és azt a furcsa hangot hallatta. Nézd, nancy mondta Jason. Nanszi már nem főz nekünk, Dilzi, meggyógyult. Csönd legyen, gyerekek, kiáltotta Dilzi. Nanszi két kezében fogta a bögrét. Ránk nézett, azt a hangot hallotta, úgy, mintha a ketten lettek volna. Egyik, aki ránk néz, másik, aki a hangot adja. Miért nem szólsz Mr. Césnek, hogy telefonozzon a csendbiztos kapitánynak? kérdezte Dilzi. Nancy most elhallgatott, hosszú barna kezében a bögrével. Megint inni akart, de kilöttyent a kávé a bögréből a kezére, a ruhájára. Erre letette a bögrét. Jizun figyelte őt. Nem tudok lenyelni, mondta Nancy. Csak nyeldekelek, de nem megy le. Eredj le a kunyhóba, mondta Dízi. Froni majd visz neked szalmazsákot. Én is nem sokára lemegyek. Egy néger se tarthatja vissza őt, mondta Nancy. Én nem vagyok néger, mondta Jason. Ugye, Dézi? Azt hiszem, nem, mondta Nem nancy nézte. Nem hiszem. Hát akkor mit akarsz tenni? Nancy nézett bennünket. Szeme olyan gyorsan járt, mintha attól félne, hogy nincs elég ideje nézni, de ő maga jóformán meg sem mozdult nézett bennünket mind a hármunkat egyszerre. Emlékeznek, mikor egyszer maguk szobájában aludtam? kérdezte. Nancy arról beszélt, hogy másnap reggel korán felébredtünk és játszottunk. Csöndben kellett játszanunk a szalmazsákon, amíg apa föl nem kelt és el nem érkezett a reggeli ideje. Menjenek, kérjék mamát, engedjen itt aludni ma éjjel, mondta Nancy. Nem kell szalmazsák se akkor megint játszhatunk. Keddi kérlelte anyát. Jason is velement. ment. Nekem ne aludjon itt semmiféle néger a hálószobában, mondta anya. Jason sírt. Mindaddig sírt, amíg anya azt nem mondta neki, hogy három napig nem kap egy falat süteményt se, ha el nem hallgat. Erre Jason azt mondta, hogy elhallgat, ha a Disney csokoládétortát csinál. Apa is ott volt. Miért nem intézked el ebben az ügyben? kérdezte anya. Mire való a csendőrség? Miért fél Nancy Jézustól? kérdezte Keddi. Te is félsz a pától, anya? Mit tehet a csendőrség? kérdezte apa. Ha Nancy maga se látta őt, hogy tudná megtalálni a csendőrség? Hát akkor miért fél tőle? kérdezte anya. Azt mondja, hogy itt van, azt mondja, tudja, hogy ma este már itt van. Ezért fizetjük az adót, mondta anya. Nekem itt egyedül kell rostokolnom ebben a házban, mert te egy néger asszony kísérgetsz haza. Te tudod, hogy én nem tekszem künn az árokban a borotvával, mondta apa. Elhallgatok, ha a Disney csokoládétortát csinál, mondta Jason. Anya azt mondta, hogy menjünk ki. Apa pedig azt mondta, hogy nem tudja kap egy csokoládét holnap csokoládétortát, de az tudja, hogy mit kap Jason egy perc múlva. Mi visszamentünk a konyhába, és elmondtuk ezt nancy -nek. Apa azt üzenteti, hogy menj haza, zárd be az ajtót, és nem lesz semmi baj, mondta Keddi. Milyen baj nem lesz? kérdezte aztán. Valamiért dühös rád, Jézus? Nancy megint a térdére könyökölt, Két kezében tartotta a kávésbögrét a térdek közt. A bögrébe bámult. – Mit csináltál, hogy Jézus olyan dühös rád? – kérdezte Keddi. Nancy lejtette a kávésbögrét. Nem tört el a padlón, csak a kávé ömlött ki, és Nancy ott ült, még mindig a bögre alakját utánozva a kezével. Megint azt a hangot hallatta, nem hangosan. Nem volt az ének, de más se volt figyeltük őt. – No, – mondta Dilzi, – hagyd már abba, szedd össze magad, Vágy meg, mindjárt hívom verst, ő majd haza kísér. – Azzal kiment. – Dilzi kiment. – Nenszire néztünk. Bála folyton rázkódott, de azt a hangot már nem hallatta. – Mint akar veled csinálni, Jézus? – kérdezte Keddi. – Hiszen nincs is a városban. – Nancy ránk nézett. Ugye, jól mulattunk akkor, éjszaka, amikor szobájukban aludtam. Én nem is mulattam jól, mondta Jason. Te anya szobájában aludtál, mondta Keddi. Te nem is voltál ott. Jöjjenek le velem a házamba. Ott majd még jobban mulatunk, mondta Nancy. Anya nem enged bennünket, mondtam. Már nagyon késő van. Nem kell mamát zavarni, mondta Nancy. Majd reggel megmondjuk. Nem fog haragudni. Anya nem enged bennünket, mondtam. Nem kell kérdezni, mondta Nancy. Nem kell zavarni. Anya nem mondta, hogy nem szabad elmenni veled, szólt Keddi. Még meg sem kérdeztük, mondtam én. Ha elmentek, megmondlak benneteket, szólt Jason. Jól fogunk mulatni, mondta Nancy. Nem fognak haragudni, csak éppen átjönnek hozzám. Sokáig dolgoztam maguknak. Nem fognak haragudni. Én nem félek átmenni, mondta Keddi. Csak Jason fél. Jason árulkodni fog. Nem félek, mondta Jason. De szólt Keddi. És árulkodni fogsz? Nem árulkodok, mondta Jason. Én nem félek. Jason nem fél velem jönni, mondta Nancy. Ugye nem fél Jason? Jason megmond bennünket, szólt Keddi. A dűlő út sötét volt. Már a kaszáló kapujánál jártunk. Ha most valami kiugrana a kapu mögül, képzelem, hogy visítana Jason, mondta Keddi. Én nem visítanék, mondta Jason. Mentünk lefelé a dűlő úton. Nancy hangosan beszélt. Miért beszélsz olyan hangosan, Nancy? kérdezte Keddi. Ki? Én? kérdezte Nancy. No de ilyet Quentin, Keddi meg Jason azt mondja, hogy én hangosan beszélek. Úgy beszélsz, mintha öten volnánk itt, mondta Keddi. Úgy beszélsz most, mintha apa is itt volna. Ki? Én hangosan beszélek, Mr. Jason, kérdezte Nancy. Nancy Misternek hívja Jason-t, mondta Keddi. Hát hallgassák meg, hogy beszél Keddi, Quentin meg Jason. Mi nem beszélünk hangosan, mondta Keddi. Csak te beszélsz úgy, mint apa. Csit, szólt Nancy. Csit, Mr. Jason. Nancy már megint Misternek hívja Jason-t, mondta Keddi. Csit, mondta Nancy. És mindaddig hangosan beszélt, amíg keresztül nem mentünk az árkon és át nem másztunk a sövény részen, ahol ő szokott átmászni, fején a fehér neműs batyúval. Ekkor szaporában lépteltünk. Nem sokára a házához értünk. A háznak olyan szaga volt, mint a lámpának. Nenszinek meg olyan szaga volt, mint a lámpa bélnek. Mintha csak egymásra vártak volna, hogy elkezdjenek illatozni. Megjutotta a lámpát, és bezárta az ajtót, rátolta a reteszt. Aztán már nem beszélt hangosan, hanem csak bennünket nézett. – Most mit fogunk csinálni? – kérdezte Keddi. – Amit maguk akarnak – mondta Nancy. – Azt mondtad, Nancy, hogy mulatni fogunk – szólt Keddi. – Volt valami Nancy háza körül. Valami, amit meg lehetett érezni Nancy mellett és a ház mellett. Jason is megérezte. Nem akarok itt maradni, mondta. Haza akarok menni. Hát, menj haza, mondta Keddi. Nem akarok egyedül, mondta Jason. Mindjárt mulatni fogunk, mondta Nancy. Mivel? kérdezte Keddi. Nancy az ajtó mellett állt. Nézett bennünket. Csak mintha kiürítette volna a szemét, mintha megszűnt volna használni. Mit akarnak játszani? Mesélj valamit, mondta Keddi. Tudsz mesét? Tudok, felelte Nancy. Mondd el, szólt Keddi. nancy néztünk. Nem is tudsz te mesét? De tudok, felelte Tudok. Oda jött, leült egy székre a kemence mellé. A kemencében egy kis tűz égett, Nenszi derekosan felszította, pedig ben már nagy hőség volt. Jókora tüzet élesztett, mesélt nekünk. Úgy mesélt, ahogy nézett a szemével, mintha a szeme, amelyel figyelt bennünket, a hangja, amelyel mesélt nekünk, nem is az övé volna, mintha valahol máshol élne, mintha valahol máshol várna. Nenszi a konyhán kívül volt, a hangja az ben volt, és az alakja az is ben volt. Az a Nancy is ben volt, aki keresztül tudott bújni a sövény tüskös drótján, feje búbján egyensúlyozva egy nagy batyú fehér neműt, mintha semmi súlya se volna annak, mintha csak egy léggömb volna az egész. De Nancy az valahol máshol volt. Hát a királyné csak ment árok széléig, ahol elbújt gonosz ember. Ment árok széléig, és ezt mondta, csak már túl lennék ezen az árkon. Ezt mondta. Miféle árkon? kérdezte Keddi. Olyan árkon, mint amilyen ott kün van? Hát miért kell a királynénak az árokba mászni? Hogy hazamehessen, mondta Nancy, és ránk nézett. Azért kellett árokba mászni, hogy gyorsan hazakerüljön, és bereteszelje az ajtót. Miért kellett hazamennie a királynénak, és miért kellett beleteszelnie az ajtót? kérdezte Keddi. Nancy nézett bennünket. Nem beszélt már. Nézett bennünket. Jason Nancy ölében ült, s a lába mereven előre nyúlt a rövid nadrág szárból. Ez nem szép mese, mondta. Haza akarok menni. Én is szeretnék haza menni, mondta Keddi. Fölkelt a földről. Biztosan már keresnek is bennünket. Az ajtóhoz ment. Nem, mondta Nancy. Ne nyissa ki. Gyorsan fölugrott és megelőzte Keddit. Nem nyúl se az ajtóhoz, se a faretezhez. Miért ne? kérdezte Keddi. Jöjjön vissza a lámpához, mondta Nancy. Majd mulatunk, nem kell hazamenni. De elmegyek, mondta Keddi. Csak akkor nem megyek el, ha nagyon jól mulatunk. Nancy és Keddi visszament a kemencéhez és a lámpához. Haza akarok menni, szólt Jason. megmondom anyának. Tudok másik mese is, mondta Nancy. A lámpa mellett állt. Úgy nézett keddire, mintha valaki egy botra néz föl, melyet az orra hegyén táncoltat. Nancy-nek lefelé kellett pillantania, ha keddit látni akarta, de azért úgy nézett a szemébe, mint aki botot táncoltat. Nem akarom hallani, mondta Jason. Mindjárt toporzékolni fogok. Szép mese, mondta Nancy. Szebb, mint a másik. Miről szól? kérdezte Keddi. Nancy a lámpa mellett állt. Két hosszú barna kezét a lámpára tette, egészen közel a lánghoz. Ha kezed a tüzes lámpa üvegen van, mondta Keddi. Nem égeti a kezed? Nancy a lámpa üvegén nyugvó kezére nézett. Lassan elhúzta onnan a kezét. Ott állt, Keddire bámult és rázogatta hosszú kezét, mintha zsineggel volna hozzá kötözve. Csináljunk valami mást! mondta Jason. Van egy kis pattogatni való kukoricám, mondta Nancy. Keddire nézett, aztán Jasonra, aztán rám nézett, aztán megint Keddire. Van egy kis pattogatni való kukoricám. Nem akarok pattogatott kukoricát, mondta Jason. Inkább befőttet akarok. Nancy Jasonra nézett. Majd tarthatja a rosta, mondta Nancy. Még mindig rázogatta a kezét. Hosszú volt a keze, pecsütt és barna. Jó, mondta Jason. Ha tarthatom a rostát, akkor még egy kicsit itt maradok. De keddi ne tartsa. Ha keddi is tartja, akkor megint mindjárt haza akarok menni. Nancy megint fölszította a tüzet. Nézzétek csak, Nancy a tűzbe dugja a kezét, mondta Keddi. Mi lehet, Nancy? Van nekem pattogatni való kukoricám. Van egy kicsi, mondta Nancy. Előhúzta a rostát az ágy alól. A rosta el volt törve. Jason sírni kezdett. Most nem kapunk pattogatott kukoricát, mondta Jason. Úgy is haza kell mennünk, mondta Keddi. Gyerek, Ventin, Várjanak még, mondta Nancy. Várjanak, majd megcsinálom. Hát nem akarnak segíteni, hogy megcsináljam. Már nem is kell nekem pattogatott kukorica, mondta Keddi. Késő van. Segíts nekem, Jason, mondta Nancy. Nem akar segíteni? Nem, mondta Jason. Haza akarok. Csitt, mondta Nancy. Csitt ide figyelni, ide figyelni. Én majd megcsinálok. Jason tarthatja, és kukorica pattogatunk benne. Fogott egy darab drótot, és megerősítette a rostát. Ez szét fog esni, mondta Nancy. Ide nézni, most pedig segítsenek nekem kukorica morzsolni. A kukorica az ágy alatt volt. Mi ketten hántottuk a kukoricát a rostába, Nancy pedig segített Jézünnek a rostát a tűz fölött tartani. Nem is pattog, mondta Jason. Haza akarok menni. Várjon csak, mondta Nancy. Mindjárt pattog, jó, jó játék lesz. Közvetlenül a tűz mellett ült. A lámpa úgy föl volt csavarva, hogy füstölögni kezdett. – Miért nem csavarod kisél lejjebb? – kérdeztem. – Így jó lesz mondta Nancy. Megtisztítom maguknak. Bárjanak csak. Egy-kettőre pattogni fog. Nem fog pattogni, mondta Keddi. Már haza kellene mennünk. Otthon aggódnak értünk. Dehogy, mondta Nancy. Mindjárt pattogni fog. Dilsi megmondja, hogy velem vannak. Én sokat dolgoztam maguknak. Nem fognak otthon haragudni, mert eljöttek hozzám. Várjanak csak egy kicsit, rögtön pattogni fog. Most Jasonnak egy kis füst szállt a szemébe. Jason sírva fakadt. Belejtette a tűzbe a rostát. Nancy fogott egy vizes rongyot, s letörölte vele Jason arcát, de Jason csak tovább sírt. Csit, mondta Nancy, csit. Jason azonban nem csitult el. Keddi kivette a rostát a tűzből. Mind elégett, mondta. Most adjál nekünk egy kis kukoricát, Nancy. Mind beletette? kérdezte Nancy. Mind, mondta Keddi. Nancy Keddire nézett, aztán fogta a rostát, fölnyitotta, s a pörnyét a kötényébe öntötte. Hosszú, barna kezével szedegetni kezdte belőle a kukorica szemeket. Mi pedig figyeltük őt. Nincs több kukoricád? kérdezte Keddi. Van, mondta Nancy. Van. Nézzék csak. Ezek itt nem égtek el. Csak ki kell, haza akarok menni, mondta Jason. Otthon pedig majd megmondom. Csit, szólt Nancy. Minnyájan füleltünk. Nancy már a beleteszelt ajtó felé fordította a fejét, szemében vörös lámpa fény Valaki jön, mondta Keddi. Erre Nancy megint hallatni kezdte azt a hangot, de nem hangosan. A tűz mellett ült, s hosszú keze a térdek között himbálózott. Egyszerre csak víz az arcán kövér cseppekben. Végig folydogált az arcán, s mindegyik vízcsöpp egy guruló tűzgömböcske is volt, mint valami szikra, aztán lecsöppent az állán. Nancy nem sír, mondtam. Nem sírok, mondta Nancy. A szeme zárva volt. Nem sírok. Ki az? Nem tudom, mondta Keddi. Az ajtóhoz ment és kinézett. Most haza kell mennünk, szólt Keddi. Itt jön apa. Megmondom neki, hogy elcsaltatok szólt Jason. A víz még mindig lefelé folydogált Nancy arcán. Megfordult a székében. Hallják csak, majd mondják meg neki. Mondják meg, hogy jól játszunk. Mondják, hogy én vigyázok magukra holnap reggelig. Mondják, engedje, hogy hazamenjek magukkal, és földön aludhassak. Mondják, nem is kell szalmazsák. Jól fogunk játszani. Ugye milyen jól mulattunk a múltkor? Én nem is mulattam, mondta Jason. Úgy, fájt! Füstöt fújtál a szemembe! Elárullak! Apa bejött. Ránk nézett. Nancy nem kelt föl. No, mondják meg, szólt Nancy. Keddi hozott el bennünket, szólt Jason. Én nem is akartam. Apa a tűzhöz lépett. Nancy fölnézett rá. Hát, te nem mehetsz át rá anyóhoz aludni? kérdezte apa. Nancy fölnézett a pára. Két keze a térdek közt volt. Jézus nincs itt, mondta apa. Különben láttam volna. Egy árva lélek sincs sehol. Árokban van, mondta Nancy. Oda át vár. Árokban. Szamárság, mondta apa, és Nensire nézett. Honnan tudod, hogy itt van? Jel adott. Miféle jelt? Jel adott. Asztalon volt jel, amikor bejöttem. Disznócsont volt, rajta véres húsdarabka volt, Lámpa alatt volt. Ott, kint, les rám. Mihet kimennek maguk ajtón. Végem. Hogy van véged? kérdezte Keddi. Én nem vagyok árulkodós, mondta Jason. Szamárság, mondta apa. Ott, kint, les rám, mondta Nancy. Most is benéz ablakon. Várja, hogy maguk elmenjenek. Akkor végem. Szamárság, mondta apa. Zárd be a házadat, mi majd átkísérünk Rahel anyóhoz. Hiába, mondta Nancy. Most már nem tekintett föl apára, de apa nézett le rá hosszú, pegyhűt, himbálózó kezére. Hiába halasztgatjuk – mondta Nancy. Hát akkor mit akarsz tenni? kérdezte apa. Nem tudom, mondta Nancy semmit se tudok tenni. Csak halaszgatom, ez pedig úgy is hiába. Megérdemeltem, gondolom, amit kerestem, gondolom, azt megkaptam. Mit kerestél? kérdezte Keddi. Mit kaptál meg? Semmit, mondta apa. Mindjárt le kell feküdnötök. Keddi csalt el, mondta Jason. Menj át szépen Rahel anyóhoz, mondta apa. Úgyis is hiába, mondta Nancy. A tűz előtt ült, térdére könyökölt, hosszú keze a két térde közt volt. Még maguk konyhája is hiába volt. Hiába aludnék földön gyerekek szobájába, másnap reggel ott feküdnék, és csupa, csupa vér volna. Fogd be a szád, mondta apa. Zárd be az ajtót, olsd el a lámpát, és feküdj le. Félek sötétben, mondta Nancy. Félek, hogy majd sötétben csinálja meg. Hát így akarsz ülni egész éjjel az égő lámpa mellett? kérdezte apa. Erre Nancy ott a tűzelőt ülve hosszú kezeivel a térde között újra hallatni kezdte azt a hangot. Ördög vigye el, mondta apa. Gyertek, gyerekek, már rég aludnotok kellene. Mire maguk hazaérnek, nekem végem, mondta Nancy. Most nyugodtabban beszélt, s arca keze is nyugodtabbnak látszott. Ha valami történne, Mr. Loveldéjnél már befizettem a pénzt, azon majd eltemetnek. Mr. Loveldéj egy szurtos kis emberke volt, a négerek biztosítási összegeit szedegette össze. Minden vasárnap reggel körül járta a kunyhókat, meg a konyhákat, és bevasalta rajtuk a 15 centet. Feleségével lakott a fogadóban. Egy reggel a felesége öngyilkos lett. Volt egy gyerekük, egy kislányuk. Mr. D. elment a kislányjal. Egy vagy két hét múlva visszatért. Egyedül. Szamárság, mondta apa. Holnap reggel először majd téged látlak a konyhában. Hogy mit fog látni, azt nem tudom, mondta Nancy. Az csak Isten tudja. <Színt> Ott hagytuk őt a tűz mellett ülve, Gyere és told rá a reteszt, mondta apa. Nancy azonban nem mozdult. Nem is nézett többé ránk. Nyugodtan ült ott a lámpa meg a tűz között. A dőlő úton jó darabon visszanézhettünk, és beláthattunk a nyitott ajtónát. Apa? kérdezte Keddi. Mi fog most történni? Semmi, felelte apa. Jason apa hátán ült. Most ő volt közöttünk a legnagyobb. Lementünk az árokba. Jól körülnéztem. Sokat azonban nem láthattam, mert a holt fénynek az árnyékok egybe mosódtak. Ha Jézus itt el van bújva, láthat bennünket? kérdezte Keddi. Nincs itt, mondta apa. Már réges régen elment a városból. Te csaltál magaddal, mondta Jézus felülről. Jason szembe az éggel olyan volt, mintha apának két feje volna, egy kicsi, meg egy nagy. Én nem is akartam eljönni, mondta Jason. Kimásztunk az árokból. Még láthattuk Nancy házát, s a nyitott ajtót, de már nem láthattuk Nancy-t magát, aki a nyitott ajtónál a tűznél üldögélt, mert fáradt volt. Csak fáradt vagyok, mondta Nancy én csak egy néger vagyok. Nem tehetek róla. De azért hallhattuk nancy mert alig, hogy kimásztunk az árokból, ismét hallatni kezdte azt a hangot, amely se az énekhez nem hasonlított, se semmi máshoz. Ki fog most ránk mosni, apa? kérdeztem. Én nem vagyok néger, mondta Jason magasan apa fejéhez sémulva. Rosszabb vagy te annál, mondta Keddi. Árulkodós vagy. Ha innen valami kiugrana, jobban megijednél, mint akármelyik néger. Nem ijednék meg, mondta Jason. Sikítanál, mondta Keddi. Keddi, mondta apa. Nem sikítanék, mondta Jason. Anyám asszony katonája, mondta Keddi. Kédensz, Zvolj, draga, oče.